Utoljára augusztus 19-én még a Vasas otthonában tudott győzni az Opus Tigás Tatabánya együttese a labdarúgó Merkantil Bank Liga MB2-es bajnokságban. Azóta 6 vereség, valamint egy döntetlen volt a mérleg. Az X-es meccs azért is lehet reménykeltő, mert azt éppen az elmúlt fordulóban, múlt vasárnap hozta a Bányász, amely aztán szerdán a MOL Magyar Kupában is helyt állt a Puskás Akadémia együttese ellen. A javuló formát november 3-án vasárnap is tudta hozni a kék szerelésben pályára lépő Opus Tigás Tatabánya. A BVSC Zugló elleni mérkőzésen már a 6. percben vezetést szerez a Bányász, miután Csernik Kornél szöglete után Derekas Zoltán csúsztat a kapu elé, ahol a berobbanó Jagodics Márka jobb alsó sarokba kotorja a labdát, ezzel 1-0 a Bányász javára. Hosszú idő után most fordul elő ismét, hogy a Tatabánya szerzi meg a mérkőzés első gólját, ráadásul elég korán. Egy perccel később jön a BVSC, Mucsányi Máté lő 20 méterről ballal, de Lóth Péter a léc fölé tenyereli a labdát. A 21. percben Király Ákos lövése száll a tatabányai kapu mellé. 24. perc, egy fővárosi lövést blokkol a Bányász védelme, a kipattanó labdával Ördög András futja le a teljes zuglói védelmet, de a 60 méteres sprint után lövését Erdélyi Benedek védeni tudja. Pedig nagy vágta volt, talán gólt is érdemelt volna. 36. perc, BVSC szöglet a jobb oldalról, a beívelt, megcsúsztatott, majd lecsorgó labdát Hesz Máté sodorja a kapuba, ezzel egyenlít a BVSC Zugló a 36. percben. Az egyenlítés után ismét óvatosabb üzemmódba kapcsolnak a csapatok. A 61. percben Pekár László lő a tatabányai kapu mellé, majd a 69. egy baloldalról érkező szögletrúgás után Vida Krisztófer csúsztat a BVSC kapuja mellé. A második félidőben az edzők cserékkel próbálnak frissíteni. A Bányásznál érkezik Katona Károly, Árvai Dániel, majd Vas Patrik is. Utóbbi, tehát Vas Patrik a 77. percben ível egy szabadrúgást jobbról a kapu elé, ahol Jagodics Márk érkezik a hosszú oldalon, és Erdélyi Benedek felett a kapu hosszú oldalába fejeli a maga és a Bányász második gólját. Mint kiderül, ez a győztes gól, ezzel győz az Opus Tigás Tatabánya 2-1-re a BVSC ellen. A meccs után az edzők így értékeltek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ezen a meccsen, hogy melyik csapat szerzi meg az első gólt. Úgy készültünk, hogy egy nagyon erős kezdéssel, úgyhogy hála Istennek ez gólra is érett. Úgyhogy utána egy picit más kaptunk a BVSC-től, mint amire készültünk. Az első fél időben nyomást is tudott ránk helyezni. Igazából megbontani nem tudott, de sok volt a rögzített szituáció, és tudtuk azt, hogy az nem fog kedvezni nekünk, mert nagyon erősek a rögzített szituációból. De hát szerencsére ezt mi is bizonyítottuk, hiszen mindkét gólunkat rögzített szituáció után szereztük. Úgyhogy ez is bizonyítja, hogy nagyon nagy hangsúlya van az MB2-ben a pontrugásoknak. Most jól jöttünk ki belőle, elképesztően boldog vagyok, hiszen nagyon hosszú idő után nyertünk. Én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, gratulálok a játékosoknak, mert nagyon nagy energiák voltak ebben a meccsben. Az látszott már, hogy pár hete nagyon jó útra tértünk, nagyon bíztató volt a játékunk már Csákváron is, Puskás Akadémia ellen is a kupában egy nagyon közönségszórakoztató meccset tudtunk vívni, úgyhogy szerintem megdolgoztunk ezért a sikerért, megünnepeltük és bízok benne, hogy most megéreztük a siker ízét, és egy jó szezon véget tudunk csinálni, amivel biztosítjuk a helyünket a vonal fölött. Kaptunk egy borzasztó gólt egy pontrugásból, aztán utána ez kicsit észhez térített bennünket, és egy nagyon jó első fél időt produkáltunk, úgy gondolom teljesen ráérültettük az akaratunkat a hazai csapatra, helyzeteket, lehetőséget alakítottunk ki, minden olyan létező adatban talán fölülmúltuk a hazai csapatot, amit ma már a modern futballban mérnek, de tudjuk, hogy nem ez számít. A második fél időben hasonlóan kezdtük, megint egy kicsit öltözőben maradtunk. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, a második fél idő alapján ez az első olyan mérkőzés a 12. fordulóban, amikor rossz érzéseim vannak nagyon, tehát nem, abszolút nem tetszett a második fél idő.
érthetetlen módon kapkodtunk, figyelmetlenek voltunk, párharcokat nem nyertük meg úgy, ahogy ez kellett volna, illetve ahogy az elmúlt mérkőzéseken megtettük ezt, akár még szerdán az Újpest ellen is. Tehát mondhatnám azt, hogy a második fél idő az nagyon-nagyon felejtős volt, és abszolút nem vagyok rá büszke, sőt, majd, hogy nem a második fél idő, ez a legrosszabb fél idő volt idáig számunkra.